Elkészült, átadták a felújított és kibővített kínbióvodát. Átalakuló köznevelés az elmúlt időszak tapasztalatairól és a további változásokról rendeztek konferenciát. Bővülő szolgáltatások, új feladatkörrel több gyermeknek és szülőnek segít a pedagógiai szakszolgálat. A Hegyvidék Televízió híradóját látják 19 órakor. Jó estét kívánok! Színes műsorral köszönték meg az óvodások és az óvónők a Hegyvidéki Önkormányzatnak, hogy felújították és kibővítették a kerület egyik legközkedveltebb óvodáját, a Kínbi óvodát. Az uniós forrásból megvalósult korszerűsítésnek köszönhetően 3 új csoportszoba létesült, ami 60 gyermek elhelyezését teszi lehetővé. Nagyon szép lett ez az új óvodánk, azért tetszik nekem, mert szép, barátságos nekem, jókat játszok itt minden nap. Színes műsorral, a gyerekek énekkel, tánccal Tordi Géza a nemzet színésze mesével köszöntötte Pokorni Zoltán polgármestert, dr. Váci János és Fonti Krisztina alpolgármestereket, Sikota Krisztinát az Önkormányzat Oktatási és Kulturális Bizottságának elnökét, Rimóci Jánost, a Városfejlesztési Iroda vezetőjét, valamint Böjti Mária tervezőt és a kivitelező képviselőit. Sántorúan paripám, hízik a mezőben, szép asszony szerető, aki Debrecen. Az óvodában egy teljesen új szint felépítésével 3 új csoportszoba létesült, amelyek 60 gyermek elhelyezését teszik lehetővé. Új logopédiai szobával és egy többfunkciós teremmel is bővült az épület. Emellett teljes tetőcserét, nyilászáró burkolatcserét hajtottak végre az intézményen. Ki tudtuk bővíteni 3 új szobával, egy többféle funkcióra alkalmas közös helyiséggel, tehát bővült is az óvoda, az óvodai kert is értelemszerűen több csoportnak tudott adni, és hát gyakorlatilag mindent, új bútorok, új burkolatok. Ez egy újjáépített óvoda, ami most reméljük, hogy újabb 30 évig ilyen állapotában szolgálja majd a gyerekeket, meg az óvónőket. Természetesen karban kell tartani, vigyázni kell rá. Büszkék vagyunk rá, azt kell mondjam. Jól esik ezt hallani. Nem hozzájuk mérjük magunkat, hanem a magunk igényei szerint alakítottuk. Szerencsére van igény az óvodákra, a 12. kerületben sok gyerek jár, fiatal családok joggal várják el, hogy helyezzük el a gyerekeiket. Ahogy a korábban átadott Krisztina városi bölcsőde, úgy a Kínbi óvoda is Európai Uniós pályázatból újult meg. Egy másik pályázati forrás lehetővé tette, hogy a Kínbi tetőszerkezetén is elhelyezzenek fotovoltaikus rendszert, amely az áramfogyasztás 20-25%-át fedezi, mondta a Pokorni Zoltán polgármester. 95%-át az uniós pályázatból finanszíroztuk, nem volt könnyű megnyerni, mert nagyon sok önkormányzat, sok intézménnyel pályázott. Durván 200 millió forint volt az, amit támogatásforrásban nyertünk el, és ehhez jön hozzá még körülbelül 30-35 millió forint önkormányzati forrás. Ezen felül egy másik pályázatból, egy energetikai pályázatból napelemeket, fotovoltaikus elemeket tudtunk itt is elhelyezni, egy másik óvodánál is, meg egy bölcsődénél is ez megtörtént most a nyáron. Nagyjából ezek a napelemek a áramfogyasztás 20-25%-át fedezik majd. Úgy becsüljük, ami egy komoly megtakarítás az önkormányzat részére. Az átadó ünnepségen Fonti Krisztina alpolgármester elmondta, köszönettel tartoznak a szülőknek, az óvónőknek, az óvodavezetőknek, a kivitelezőknek és mindenkinek, aki részt vett a felújításban, mert a közös együttműködésnek köszönhető az, hogy időben át tudták adni az épületet. Nagyon nagy összhangot igényelt, nagyon nagy odafigyelést, nagyon áldozatos munkát mindenkitől. Nagyon sok emberi tényező is hozzájárult ahhoz, hogy ez a projekt, ez ilyen jól sikerüljön, és úgy gondolom, hogy köszönettel tartozunk mindenkinek, aki ebben részt vett. A szülők nevében Debreceni Kálmán mondott köszönetet. Én azt gondolom, hogy annak, aki önkormányzati vezetőként, tervezőként, illetve kivitelezőként egy ilyen beruházást végigvitt, talán nem lehet nagyobb köszönetet mondani, mint azt, hogy azok a gyerekek, azok a szülők, akik ennek a beruházásnak az eredményeképp létrejött komplexumot használják, egyszerűen jól érzik magukat, szeretik és boldogok benne.
A hegyvidéki önkormányzat a Kimby óvoda kapacitás bővítésére áprilisban nyújtott be pályázatot, az új Széchenyi terv közép-magyarországi operatív program nevelési intézménye fejlesztése című kiírásra. Az önkormányzat csaknem 200 millió forintot nyert, a maximálisan megpályázható összeget 95%-os támogatás intenzitás mellett. A nem dohányzók védelméért tett intézkedéseknek köszönhetően jelentősen csökkent a dohányosok száma, mondta Szócska Miklós egészségügyért felelős államtitkár. Kiemelte, egy megismételt felmérés azt mutatta, hogy még 2012-ben a felnőtt lakosság körében a naponta dohányzók aránya 28% volt, addig ez az arány 2013-ra 19%-ra esett vissza, vagyis nagyjából 200 ezeren abba hagyták a dohányzást. Magyarországon a negyedik legjelentősebb rákhalálozást okozó megbetegedés a gége, szájüregi vagy a nyelvgyökrák. Az ilyen megbetegedésekkel kezeltek 90%-a erős dohányos. Átalakuló köznevelés címmel rendezett konferenciát a MOM Kulturális Központban a Klebersberg Intézményfenntartó Központ 12. tankerülete. Fodor Gábor, a Hegyvidék tankerületi igazgatója elmondta, a tanácskozás célja, hogy felhívják a pedagógusok figyelmét, milyen lehetőségek vannak a mindennapjaikat érintő problémák megoldására. A Klebersberg Intézményfenntartó Központ 12. tankerülete átalakuló köznevelés címmel konferenciát rendezett a pedagógusok számára a MOM Kulturális Központban. Az eseményen részt vett Pokorni Zoltán polgármester, Fonti Krisztina alpolgármester és Sikota Krisztina az Önkormányzat Oktatási és Kulturális Bizottságának elnöke. A konferencia első szekciójában Bak Ferenc tartott előadást a köznevelést érintő legfontosabb jogszabályi változásokról, valamint a működtetés és a fenntartás dilemmáiról. A tanácskozás második felét Pokorni Zoltán polgármester nyitotta meg. Ő az érettségi előtt elvégzendő szociális munka jótékony hatásairól beszélt. 17 éves korukban, harmadik-negyedik gimnázium táján szerintem az nagyon jó, és a felnőtté váláshoz nagyon szükséges tapasztalat, hogy átéljék, hogy nekik kell gondoskodni másról, nekik kell vigyázni másra, nekik kell törődni a gyengébb, az elesettebb, az öregebb, a rosszabb adottságú embertársukról. Ezért volt itt például a Pető Intézet, a partnerünk, a Vakok Batyány Gyerek Otthona, Idős Otthon. Amikor elkezdtük, akkor voltak bennünk kételyek, illetve az igazgatóban, osztályfőnökökben kételyek, és Lajosra nézem, nem tudom már melyikőtök mesélte a szülői visszaigazolásokat a szociális munka után. A szülőkben is voltak kételyek. Kaptam ilyen levelet, hogy az ENSZ gyermeki jogokról szóló egyezménye szerint a gyermek munka tilalma hogyan néz ki, és megfenyegettek minket, hogy azonnal följelentenek mindenhol, de minimum az ENSZ-nél, hogyha dolgoztatni akarjuk az ő gyerekeiket. És ezek a mondjuk így szkeptikusan hozzáálló szülők számoltak aztán be, lehet, hogy éppen nektek, de lehet, hogy a Tasnak vagy a Hajnal Gabinak, hogy nem tudják pontosan, hogy mi zajlik le a gyerekükben a szociális munka alkalmával, de azóta elmosogat. A polgármester előadását követően szó esett az iskolai veszélyekről, az iskolai agresszió háttértényezőiről, a nemzeti drogellenes stratégiáról és a pedagógusok lelki egészségéről. Fodor Gábor tankerületi igazgató elmondta, a konferencia célja az, hogy felhívják a pedagógusok figyelmét, milyen lehetőségeik vannak a mindennapjaikat érintő problémák megoldásaira. A kerületben évek óta hagyomány, hogy egy őszi pedagógiai napokat rendez az éppen akkori működő szakmai szolgáltató, és a szakmai szolgáltatások átalakulnak most a köznevelési törvény következtében, ezért most a tankerület vállalta magára, hogy ez a folytonosság megmaradjon a konferencia szervezését. Én azt gondolom, hogy ez egy ilyen figyelemfelkeltő, szemnyitogató konferencia, amelynek az eredménye akkor alakul ki, ha mondjuk az iskolák megrendelnek mondjuk egy akreditált képzést az agresszió kezelésére, vagy meghívnak drogprevencióban járt a szakemberek az iskolájukban. Tehát erre fogjuk a figyelmüket felhívni, hogy vannak ezek a programok, éljenek vele, és lehetőséget tudnak biztosítani az iskolájuknak arra, hogy ezek a kérdéskörök ott a hétköznapi életben is előkerüljenek.
A bruttó átlagkeresetek 5, a nettó átlagkeresetek pedig 6,4%-kal haladták meg szeptemberben az egy évvel korábbit, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Idén szeptemberben a teljes munkaidőben alkalmazásban állók átlagos bruttó keresete 224.000 forint volt. A vállalkozásoknál dolgozók átlagosan 232.000, míg a közszférában foglalkoztatottak 231.000 forintot kerestek, 3,8, illetve 10,9%-kal többet, mint egy évvel korábban. Gyógypedagógiai szolgáltatással, korai fejlesztéssel és pályaválasztási tanácsadással is bővült augusztustól a 12. kerületi pedagógiai szakszolgálat feladatköre. A nevelési tanácsadóból újjászervezett intézményben a korábbi 9 helyett már 33 szakember dolgozik. A szakszolgálat így jóval több gyermeknek és szülőnek nyújt segítséget. A változásokról és a következő időszak feladatairól nyílt napon számoltak be. A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 12. kerületi tagintézménye. Így nevezik azt az új intézményt, amely a nevelési tanácsadó, a logopédiai és a gyógytestnevelői szolgálat egyesítésével jött létre. Az új név mellé új tevékenységi körök is társultak. Ezek ismertetésére nyílt napot szerveztek. A rendezvényen elhangzott, a korábbi feladatok megtartása mellett többek között gyógypedagógiai tanácsadással, korai fejlesztéssel, pályaválasztási tanácsadással és konduktív pedagógiával is segítik a kerületi óvodák és iskolák munkáját. Így komplexebben tudunk talán együtt dolgozni, tehát ez az előnye meg lesz, hogy mi szakemberek közelebb kerültünk egymáshoz, de tulajdonképpen az alapvető együttműködés eddig is megvolt. Most a szülők szempontjából annyiból egyszerűsödik talán a helyzet, hogy egy helyen találják meg az összes szolgáltatást. Az új intézmény a korábbi 9 helyett már 33 szakemberrel dolgozik, akik évente csaknem 1000 családdal kerülnek majd kapcsolatba. A pedagógiai szakszolgálat működtetője a 12. kerületi önkormányzat, amely az infrastruktúra kiépítésében is segítséget nyújtott. Fonti Krisztina alpolgármester elmondta, fontos, hogy a hegyvidéken élő gyerekek magas minőségű szolgáltatásban részesüljenek. A szakmai feladatban a pedagógiai szakszolgáltató az önkormányzat által fenntartott intézmények, az óvodákban is végzi továbbra is a munkáját, logopédiai munkát végeznek továbbra is, és természetesen, ahogyan eddig is, ugye továbbiakban is számunkra attól függetlenül, hogy az iskolák már csak üzemeltetési szinten tartoznak az önkormányzathoz, nagyon fontos az, hogy a hegyvidéki gyerekek milyen szolgáltatásban részesülnek, és a nevelési tanácsad a hegyvidéki, illetve a pedagógiai szakszolgáltató is a hegyvidéki gyermekeket látja el kibővült feladatkörrel. A szakszolgálat a Böszörményi úti irodaházban minden nap reggel 8-tól este 7 óráig tart nyitva. Ma van a COPD, vagyis a krónikus obstruktív tüdőbetegség elleni küzdelem világnapja. A betegség a WHO halálozási listáján jelenleg a 4. helyen áll. A COPD leggyakrabban a dohányzás, a környezeti ártalmak, a hiányos táplálkozás vagy a genetikai hajlam miatt alakul ki. Jellegzetes tünete az egyre súlyosbodó nehéz légzés. A krónikus obstruktív tüdőbetegség jelei sok esetben csak előre haladott állapotban jelentkeznek. A szakemberek szerint azonban sohasem késő elkezdeni a kezelést, amivel jelentősen javítható a betegek életminősége. Adásunkat az interneten is megnézhetik megújult honlapunkon a hegyvidéktv.hu-n. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!